áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelenül. Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelenül. Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelenül. Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelenül. Kezeitek az élő Isten felé, áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát te rád. Áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát te rád. Áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát te rád. Ő az út, ő az út és ő az élet, ő Jézus a nagy ígéret, ő királyok nagy királya, ő a világnak világossága, Jézus, ó Jézus, én úgy szeretlek téged, Jézus, ó Jézus, dicsérlek, amíg élek, mert te Uram vagy fenséges Isten az egészről, mert Uram felmagasztaltottál a földön, nincsen senki hozzád hasonló. Isten az egész volt, te Uram, felmagasztaltottál a földön, nincsen senki hozzád hasonló. Hozzád hasonló,
választottál, új szívet adtál, ismertes meg velem útjaira. Vezess engem, szellemed által, hogy hirdethessem a te nagy nevedet. Ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trónod elé, hadd lakhassam házadban. Oltalom vagy, pajzsom és vár, te töltesz meg, tudom. Minden úton, két kezedben, maradj velem, légy mindig enyém. Ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trónod elé, hadd lakhassam házadban. Ragadj! Ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trónod elé, hadd lakhassam házadban. Vezess rá a szent szellem, az igazság ösvényére, hadd legyek fény. Vezess! Vezess rá a szent szellem, az igazság ösvényére, hadd legyek. Ösvényére, hadd legyek fél. Ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trónod elé, hadd lakhassam házadban. Ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trónod elé, ha lakhassam házadban. Várok rá, túl sok kör futottam már. Itt vagyok a térdemen, várok rá, mesterem, te vagy az én. A szívem többet vár,
Ezért áldlak téged, te
vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyai. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Bármi történjen, ígéretedben bízzon lelkem. Ha elgyengülnék, benned új reményt talál szívem. Ha tűzön viszel át, szívem csak kegyelmet fényében, a romokból életet, fakaszt dicsőséget, kiemel a mélységből, ezért áldlak téged. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyai, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Hogy lelkem menedéke, betakarnak szárnyai, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké, dicsérlek örökké. Több a vágyam, mint te. Jöjj el, Isten, lehellete. Több a vágyom, mint ez, Szent Szellem válva vár szívem. Tölts fel újra, kérlek, tölts fel újra, kérlek, emésztő tűz, lobbanj fel mi, szenvedéllyel így, ó Szent Szellem, áradj most szív, jöjj el, Uram, jöjj el, dicsőséget lesz.
most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk szenvedélyedért. Gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk, gerjesz fel most a szívünk szenvedélyedért. Szenvedélyedért. Emésztő tűz lobbanj fel. A hullám völgyből, ó, elbukni a semmiben, de itt találtalak meg végül a mélységben, megtart hitem. Hozzád fordulok, rád nézve lábam nem jól, a szakad az ég, nekem nálad megpihen, mert már tiéd, s te vagy nekem. Nálad megtalálom minden áll.
erőm, most már csak is tőled várom. Futok hozzád minden áron, mert tekinteted látom. Vezess lélek, lépjek túl minden határon, csak vízen kell is járnom, hittem nálad. Vezess lélek, lépjek túl minden határon, hogyha vízen kell is járnom, hittem nálad megtalálom. Minden erőm most már csak is tőled várom, jutok hozzád minden áron, mert tekinteted látom. Vezess lélek, lépjek túl minden határon, csak vízen kell is járnom, hittem nálad megtalálom. Minden erőm most már csak is tőled várom, futok hozzád minden áron, mert tekinteted látom. Már csak hozzád valóban te vagy az, akire szükségünk van. Te vagy az, aki az életet adtad nekünk. És te ismered minden lépésünket, minden gondolatunkat, minden tettünket. És köszönöm, Uram, azt, hogy tudhatjuk azt, hogy a nehézségek is vannak az életünkben, az ami javunkra van, mert te tudod, hogy hol tart éppen az életünk, hogy hol kell éppen lennünk. Köszönöm, hogy bízhatunk benned, hogy van reményünk, mert tudjuk azt, hogy jó vagy hozzánk, és hogy te mindenen átvezetsz minket. És arra kérlek, hogy ma a te igéd által szólj hozzánk, és nyújj bele az életünkbe. Jézus nevében kérlek. Amen. Szép jó estét, sziasztok!
És külön köszöntök mindenkit az internet előtt is. Kezdjük egy imádsággal. Édesatyám, kérlek, hogy jöjj közénk és szólíts meg minket. Rázzál föl, ébresszél föl és segítsél meg minket. Uram, kérünk téged, hogy ma hadd tudjunk ajándékot kapni tőled. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és ez az este szóljon rólad. Arról, hogy milyen nagyszerű Isten a mi Istenünk. Jézus nevében, amen. Those who need translation, just raise your hands, please. Okay? Hannah on the back, she's waiting for you. And she will help you. How can you listen to the service? Most én vagyok a bejelentő is. És az első bejelentés az, hogy jövő héten 6 órakor kezdődik a vasárnap este. Tehát nem kell találkozni, ma vagyunk utoljára 7 órai kezdettel, jövő héten 6-kor fog kezdődni a vasárnap este. És megkérdeznétek, hogy miért? És igazából a válasz nagyon profán és nagyon egyszerű, mert azt szeretnénk, hogyha 6-tól 8-ig tartana a vasárnap este, egyfelől akkor már nem kell háborúzni a lakóval sem, mert 8-ig lehet még akár hangos zenét is csinálni, és 8 és 10 óra között pedig szeretnénk a kávézóban egy olyan kávézót csinálni, ahol lesz zene, meg sok program, meg vetélkedő, meg játék, meg közösségépítés, mert azt szeretnénk, hogyha ti jobban megismernétek egymást. Úgyhogy kérlek is, hogy üdvözljétek a mellettek lévőt, gyakoroljuk a jövő hétre vonatkozóan, mert lehetséges, hogy olyan mellett ülsz, akit nem ismersz. És azt szeretnénk, hogy itt a kávézó az egy olyan hely lehetne, ahol jó társaságban, új emberekkel megismerkedve, közösen akár beszélgetve, imádkozva, kajálni, enni, inni limonádét, kávét. Egy ilyen igazi jó kis hely lehetne, és ez a hely nem csak nekünk lenne hely, hanem azoknak a barátoknak, ismerősöknek, akik még nem ismerik az Urat. És lehet, hogy elsőnek túl nagy lépés lenne elhívni őket a vasárnap estére, de egy kávézóba helyen látna embereket, akik nem biztos, hogy őrültek, és mégis hívők. Úgyhogy egy ilyen evangelizációs helynek is szeretnénk ezt az egészet, ahol természetes módon lehet közvetíteni azt, hogy kik vagyunk, és miben hiszünk, és miért élünk így. És ha már az evangelizációnál tartunk, a második bejelenteni való és a harmadik is az evangelizációhoz kapcsolódik. A második az, hogy a jövő héten nem csak, hogy 6-kor kezdünk, hanem egy nagyszerű tanító jön Hollandiából, és az ő tanítása az valamilyen szinten evangelizációs alkalom is lesz, úgyhogy kérünk titeket, hogy nyugodtan hozzatok olyan barátot, ismerőst, akinek a kávézót is meg szeretnétek mutatni, illetve az evangélium is eljuthat hozzá. Tehát jövő héten 6-kor egy hollandiai pásztor fog tanítani, aki amúgy divattervező, meg áruházat üzemeltet, szóval egy igazi világjáró ember, de többit majd elmondja ő. A harmadik bejelenteni való az, hogy holnap, hétfőn délután 17:30-kor itt a gyülekezetben lesz egy közös találkozó egy amerikai csapattal, akikkel kimegyünk majd utána evangelizálni. Ugyanez lesz kedden reggel 9-től, és kedden kora délután 16:00-kor. Ha ezek az időpontok neked nem jók, akkor ez nem neked szólt. Tehát csak azért nem menj ebben munkába, hogy azt mondta, evangelizálni megyek, mert nem biztos, hogy mindenki örülne neki. Viszont holnap este 18:00-kor, és holnap este 20:00-kor, hát figyeld, van ilyen, akkor koncert lesz itt, méghozzá egy ilyen csapattal, olvassátok el, biztos nagyon jó lesz. És oda is hívjatok nem hívő barátokat, ismerősöket, rokonokat, mert egy nagyon fiatalos, nagyon lendületes, evangelizációs koncert lesz. És az utolsó bejelenteni való, az pedig az, hogy augusztus 1-e és 3-a között a Crosssound Fesztivál lesz az a fesztivál, ahova hívlak, hívunk titeket,
hogy amennyiben még nem hallottál róla, akkor nézd meg a Facebookon és a honlapon, amennyiben még nem vettél jegyet, akkor kérünk, hogy vegyél jegyet, és érezd jól magad, egy igazi, felejthetetlen nyári fesztivál, az Úr dicsőségében lesznek jó, rövid, lendületes tanítások, lesz nagyon sok program, ami a művészetben, a táncban, a zenében lesz, és rengeteg jó dicsőítő koncert, és sok minden más lesz Magyarországon, egyedülálló kezdeményezés, és erre hívunk titeket. És arra kérlek, hogy ezért az egész eseményért imádkozzatok. És a mai alkalomnak a végén, amikor imádkozni fogunk, akkor ezért az eseményért együtt közösen fogunk imádkozni. Jó. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Jó voltam bejelentőnek? Elment, jó, jó. Azért nem ezért mondtam, most őszintén, ez elég vékony volt, na mindegy. Jó, többet ilyet nem szabad mondani. Akkor annyit viszont igen, hogy nyissátok ki a Bibliátokat az első Mózes 20. fejezetében. És amíg kinyitjátok, addig szeretném elmondani, hogy jó volt ez a 7 órási kezdés, szép volt, egy korszak véget ért, de hiszük, hogy ez a 6 órási is egy jó dolog lesz, és hiszük, hogy ennek a kávézónak is lesz küldetése, élménye, öröme, úgyhogy ne feledjétek, a múlt szép volt, jó volt, újat kezdünk, és megyünk tovább. Ábrahám a főszereplő az első Mózes 20. fejezetében, és azt olvastuk, hogy azután elindult onnan Ábrahám a délvidék felé, letelepedett Kádés és Súr között, és jövevényként élt Gerárben. Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abimélek, Gerár királya érteküldött, és elvitte Sárát. Ábrahám az ő feleségével elment a délvidék felé, hogy egy viszonylagosan jobb körülményt találva letelepedjen. Ő nem azért ment oda, hogy turista legyen, hanem azért, hogy ott éljen. Azt gondolta, hogy ott neki jobb lesz az élete. És ahogy oda ment és letelepedett, és látta azt a közeget, ahova ő érkezett, akik ott éltek, úgy érezte magát, hogy ő itt jövevény, aki egyedül van, akinek nincsenek barátai, akinek félnie kell, aki a feleségéről azt kell, hogy mondja, hogy az ő húga, mert fél attól, hogyha megtudják, hogy a felesége, akkor őt megölik, és az asszonyt pedig elveszik feleség. Mégis ide ment, mert úgy gondolta, hogy ott neki jobb lesz az élete. És nem gondolt ő semmit arról, hogy Isten mit tervezett az ő életére. Nem gondolt ő semmit se arról, hogy Isten milyen hatalmas. Egyszerűen belefáradt abba, hogy ahol élt, ott nélkülöznie kellett. Belefáradt abba, hogy Isten csak úgy éppen, hogy életbe tartja. Gondolt egy merészet, és azt mondta, a délvidéken jobb az élet. És elment oda. És azt mondta, innentől kezdve én úgy fogok élni, mint ezek között bárki. Úgy fogok élni, mint azok az emberek. Ugyanazokkal az értékekkel, ugyanúgy fogok dolgokat csinálni. De nem tudott egy lenni velük. Mert jövevény volt. Nem fogadták be. És amikor meglátták az ő feleségét, akiről azt mondta, hogy az ő húga, aki egy nagyon szép nő volt, akkor a király azt mondta, hogy az a nő, az kell nekem. És Ábrahámnak nem volt nagyon sok választás, hogy elengedi, vagy nem engedi el. Vagy hogy megverekszik azokkal, akik jönnek, mert akkor ő is meghalt volna. Egy igazi vesztes állapotban volt. Nem csak, hogy egy szorult helyzetben volt. Nem csak, hogy egy megvetett életet élt, hanem az ő felesége már az se volt mellette. Egy teljesen megnyomorított életet élt. Ő volt annak a példája, hogy milyen az, hogy majdnem. Milyen az, hogyha valaki majdnem sikeres, majdnem elér valamit, majdnem elhívta az Isten, majdnem lett egy jó házassága, majdnem sikerültek a dolgai. Ő volt az, aki egy bizonytalan állapotban a teljes kudarcot mutatta magáról. Hogy én vagyok, aki már itt vagyok,
teljesen lenullázva, megvetettként egyedül, és a feleségem pedig a királynak a házában él. És lehet, hogy sokszor ez az élmény ismétlődik az emberiségben. És lehet, hogy mi is voltunk már ilyen helyzetben, hogy össze voltunk zavarodva, hogy inkább vesztesek, mint győztesek voltunk, hogy az életünk nem arról tanúskodott, hogy mi aztán hű de nagy Ábrahámok vagyunk, akiket elhívott az Isten, hogy a hitemberei legyünk. Lehet, hogy mi is érezzük azt, hogy inkább még amink van, azt is elviszik tőlünk. Hogy ez a kicsi, ami még a miénk, már az is erőszakkal eltávozik tőlünk. És lehet, hogy mi is úgy élünk a délvidékünkön, hogy jövevények vagyunk. Hogy azok, akik számítottak, már nincsenek a közelünkben. Hogy a barátaink messze vannak, és Istennel sem nagyon törődünk. De Isten volt az, aki nem hagyta, hogy Ábrahám ott, abban az országban így éljen. Ábrahámnak már nem voltak eszközei. Nem volt eszköze arra, hogy az ő feleségét a királytól visszavegye. Nem volt arra ereje és képessége, hogy azt a földet elhagyja, és újra kimenjen a semmibe, amit már egyszer megtett, hiszen úruk városából ő eljött és követte az Istent. Nem volt már semmire ereje, el volt gyengülve. És csak úgy nézett az égre, hogy hogy kerültem én ide. És jó az Isten, jó estét kívánok. Az Isten jó. És látta Ábrahámot, az ő nyomorúságát, az ő reménytelenségét, azt a teljes kudarcot, mintha minket látna, vagy legalábbis engem, de lehet, hogy együtt vagyunk sokan. Ránk néz az Úr, hogy Ábrahámra is, és azt mondja, hogy akkor most én belépek a menetbe, jó? Tehát most innentől kezdve én is veletek játszok. És akkor, mivel Ábrahám nem tudott bemenni a palotába, mert az őrség megölte volna, az Úr bement a palotába, és éjjel szólt a királynak. Következőt figyeld meg, nem egyszerűt mondott neki. Isten azonban eljött Abimélekhez éjjel álmában, és azt mondta neki, meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvittél, mert féres asszony. Bum! Tehát ott nem volt pardon, meg alku. Azt mondta, figyelj, meg fogsz halni az asszony miatt. Te akármilyen király vagy, ha álmodban megjelenik az Isten, te ott fölébredsz. Tehát ott neked nincs érved. De várj, hát ez nem is férjes, hát ez a testvére, hát én hozzá nem nyúltam, hát ura, hát én, semmi baj, ne ülj meg. És akkor mondja az Úr, na figyelj ide. Az az ember, akit te úgy semminek nézel, mely akinek elvittéd a feleségét, az nem az, akinek te nézed. És elmondom, hogy ő kicsoda. Elmondom, hogy én hogy látom őt. Elmondom, hogy milyen ő az én szememben. És a 7. versben azt olvassuk. Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert proféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj. Na szavasz. Tehát így lesz az utolsóból az első. Az, aki a teljes megvetett, lenullázott, kirabolt, utonálló, vendégmunkás, az az én profétám. És ő fog imádkozni, érted? És akkor életben fogsz maradni. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked és minden hozzátartozónak. Tehát kiterjesztette a halált. Fölkelt Abimélek reggel, hívatta valami szolgát, és elbeszélte nekik mindezt. A lényeg az, hogy behívatták Ábrahámot, és mondták neki, figyelj, de egy kicsit hazudtál most őszintén. Tehát itt majdnem olyan veszedelem volt, kihalt majdnem a családfám. Csak azért, mert tetszett az asszony, aztán azt hittem, hogy lehet. Azt kiderült, hogy az Úr is itt van a képbe. Úgyhogy figyelj, de szegényen jöttél ide, megvetettként, megalázottként, az Úr bemutatta, hogy te proféta vagy. Szóval a következőt szeretném. És a 14-es vers. Akkor vett Abimélek juhokat és ökröket, szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta. Sárát a feleségét pedig visszaküldte hozzá. És azt mondta Abimélek, itt van előtted az országom, lakj ott, ahol jónak látod. Sárához pedig így szólt, íme, 1000 ezüstöt adtam a bátyádnak, ez ment téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Abiméleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek, mert az Úr meddővé tett minden nőt Abimélek házában Sárának, Ábrahám feleségének az esete miatt. Tehát ebben a történetben
Ábrahám nem tett semmit. Ábrahám úgy élt, mint aki azt gondolt, hogy nincs reménye. Amikor Isten bement a királyhoz, hogy beszélgessen vele, Ábrahám feküdt otthon és sírt, és egyedül volt, és gyászolta az életét, hogy elrontott mindent. Ábrahám nem tudta azt, hogy Isten mit tervez. Ábrahám nem tudta azt, hogy Isten nem vádolja őt, hogy nem haragszik rá. Ábrahám nem tudta azt, hogy Isten megtartja az ő beszédét, és az ő elhívását nem vonja vissza. Ábrahám nem tudta azt, hogy számára ebből az állapotból van győzelem. Ő akkor úgy gondolta, hogy én letelepedtem itt, és bezárultak a kapuk. Elment az, akit szeretek, más meg nem áll velem szóba. És egy ilyen sötét és mély helyzetből az Isten volt az, aki kegyelmet adott, aki harcolt Ábrahámért, aki őt kimozdította ebből, aki a király előtt őt fölemelte, akinek olyan tekintélyt adott, hogy azt mondta, hogy ha imádkozol a király családjáért, nem csak, hogy életben marad, hanem újra szülhetnek. Mert az élet Isten áll mögötted. Mert ő az, aki a te királyod. Nem ez a király, hanem ő. És ő az, aki visszahozza azt, amit elvesztettél. Ő az, aki téged újra helyreállít, és nem akarja, hogy te a Dévidékkel lakjál. Nem akarja, hogy te jövevényként, kompromisszumokkal, vesztességekkel, hazugságokkal éljél, hanem azt akarja, hogy menj tovább vele azokkal a kincsekkel, amiket ő rád bízott. És Ábrahám innen indult el. És innen vízte el az Úr egy olyan helyre, hogy ma mindannyian tudjuk, hogy milyen nagy életet is élt ő. Van egy másik történet, ami kapcsolódik ehhez, a lelkületéhez. Mert hogy Ábrahám is egy megvetett, egy vándorolt, egy lenullázott életet élt. Egy olyan közegben volt, ahol látszólag nincsen remény. Egy olyan közegben volt, ahol egyszerűen csak el akart menekülni, de nem tudott. Ha eljöttek velem az első Sámuel könyvének a 22. fejezetébe, és azt olvassuk, hogy elment azért onnan Dávid, és az Adullám barlangjába menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérükké lett, mintegy 400-an voltak vele. Ez egy nagyon híres történet, és valószínű, hogy mindenki tudja. Tehát itt van Dávid, az Adullám barlangjába menekül. Éppen akkor szökött el, a 21. fejezet azt írja nekünk, hogy Dávid még azon a napon elindult és elmenekült Saul elől, és Ákishoz, Gát királyához ment. Ákisnak ezt mondták udvar emberi, hiszen ez Dávid, az ország királya, róla énekelnek a körtáncban. A lényeg az, hogy elmenekül Dávid, és Ákishoz menekül. De aztán a bizalmatlanság veszi őt körül, és onnan tovább ment, és elérkezett egy olyan helyre, amit Adullámnak hívnak, egy barlangnak. Ennek a magyar jelentése azt jelenti, hogy menekülés és megpihenés. Egy hely, ahol el tudott rejtőzni. Ahol éppen nem kellett az ő életért aggódnia. És ahogy megérkezett ide, tudomására jutott az ő környezetének, hogy ő ott van, és az ő rokonsága, és 400 ember, akit így jellemeznek, elnyomott, eladósodott, elkeseredett. Akikre a társadalom már nem tartott igényt. Emberek, akik eladósodtak, emberek, akik elkeseredettek, és emberek, akik teljesen elnyomottak voltak. Azok, akik jövevények voltak, remény nélküliek. A világ azt mondta róluk, hogy nektek nincs esélyetek. Haszontalanok vagytok. Menjetek innen. És ők a városban nem is találtak megoldást. Elmentek a barlangba. Egy másik menekülthöz. Aki éppen elmenekült Saul elő, az ellenséges földön. És ott a barlangban találkoznak. És egymásra néznek. És látják azt, hogy nekik itt a földön nincsen már esélyük. De Dávid
az ő vezérükké lett. Mert Dávid az Istenbe bízott. Mert Dávid az Istennek volt a követe. Az az ember volt, aki egyszerűen tudta, hogy az Úr vezeti az ő lépteit. Tudta azt, hogy eddig is ő segítette meg. Eddig is ő volt vele a harcokban. És 10 000 embert már legyőzött addig. És óriásokat ölt meg. És az ország tudta, hogy ez az ember lesz az eljövendő király. Csak a körülmények még nem voltak kész. Mert Saul ragaszkodott ahhoz, amit Isten már elvett tőle. És Dávid itt van a barlangban. Egy teljesen eldugott helyen. És oda megy hozzá 400 teljesen reménytelen ember. Akik soha nem gondolták, hogy az adósságokon kívül valaha is lesz más. Soha nem gondolták, hogy lesz olyan hely, amikor ők nem lesznek elkeseredve. Soha nem gondolták, hogy lesz olyan lehetőség, hogy ők nem lesznek elnyomva. Hogy lehet normális életük, hogy lehetnek ők győztesek, példaképek, harcosok, családapák, akik Isten ügyér harcolnak. Nem volt erre alternatíva, sem az ő szívükben, sem a társadalomból. De volt egy ember, akihez oda mentek, és az az ember hatást gyakorolt rájuk. És elindult egy történet, és ezt fogjuk ma megnézni. És menjünk tovább. A 30. fejezet. Hát még egy kicsit még menjünk, jó? Történelmi áttekintés a 27. fejezetben azt látjuk az első Sámuelben, itt is a 11. versben. Dávid azonban nem hagyott életben, és nem vitt Gátba sem férfit, sem asszonyt, hogy nem mondhassák el, mit csinált Dávid. Ez volt a szokása egész idő alatt, amíg a filiszteusok mezén lakott. Tehát Dávid igen sok gyilkosságot elkövetett. És ott volt a filiszteusok földjén. Tehát ő nem Izraelben harcolt, a filiszteusok oldalán volt. És azt látjuk, hogy a 29. fejezetben a filiszteusok Izrael ellen, tehát Dávidnak a népe ellen, Izrael eljövendő királya ellen harcba vonulnak. És Dávid a félelmei miatt, és hogy ő kergetve van, egyszerűen úgy dönt, hogy ő beáll és harcol a filiszteusok oldalán azért, hogy Izrael ellen ő győzelemre vigye a filiszteusokat. Sok mindent el lehet mondani erre a Dávidról, de ez a történet igen sok kérdést hoz magában. A filiszteusok azonban nem bíznak benne. És azt mondták, hogy ez az ember nem jöhet velünk. Mert lehet, hogy még ellenünk támad. Lehet, hogy valamit csehát csinál. És ezért visszaküldik Dávidot. És hogy visszaküldik, azt látjuk a 30. fejezetben, hogy mire Dávid harmadnapra Ciklákba érkezett embereivel, az amelekiak betörtek a délvidékre, meg Ciklákba. Földulták és fölperzselték Ciklágot. Fogságba vitték a benne lévő asszonyokat. Nem öltek meg senkit sem, kicsin sem nagyot, hanem elhajtották őket és elmentek útjukra. Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy az föl van perzselve. Feleségeiket, fiaikat és lányikat pedig fogságba vitték. Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, míg végre erejük sem volt a sírásra. Dávid két feleségét is fogságba vitték. Jezreeli Ahinoábmot és Abigélt, Kármai Nábel volt feleségét. Dávid nagyon szorult helyzetre jutott, a nép már arról beszélt, hogy megkövezi. Annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és a leányai miatt. Megérkezik Dávid az ő otthonába, abból a csatából, ahol a filiszteusok visszaküldték, és mire hazaér, azokkal, akik hozzá csapódtak az Adullám idejében, akikre egyik már erre az időpontra már sok győzelmet, sok harcot és sok zsákmányt szerzett, már családja volt majdnem mindegyiknek, már vagyonuk volt, már harcosok voltak, már tudták, hogy erősek, már együtt mozognak, és titokban csinálták a dolgokat, hogy nehogy kiderüljön. És ott vannak az ellenség földjén, és hazamennek, és ahogy hazamennek, körülnéznek, és nincs otthon, mert fölégett az otthon. És nincs benne semmi, mert elvittek mindent, és nincs ott senki. Mert fogságba vitték a feleségeiket és a gyerekeiket. Na ez a veszteség. Ez az, amikor az ember elveszít mindent. És nem csak egy ember veszített el, hanem mindenki.
És akkor ebbe az állapotba jutottak ezek a harcosok, akkor elkezdtek sírni, mert ez annyira fájt nekik. És azt mondta, hogy annyira sírtak, hogy már nem volt erejük a sírásra. Egyszerűen csak már nem volt könnyük. Némán sírtak. Mert ebből a helyzetből nincs menekvés. Nincs semmi, ami megoldás. Emberi síkon lehetetlen, hogy itt győzelem legyen. És fölindultak ezek az emberek. És azt mondták, hogy Dávidnak meg kell halnia. Ez ő miatta van, mi őt követtük, ő ide vezetett minket, ezért mi megkövezzük őt. És Dávid nem kezdte el védeni magát. És nem kezdett el visszautalni a múltba, hogy hát gyerekek, hát emlékeztek, milyen sok győzelmünk volt. Nem kezdte el azt mondani, hogy tőlem is elvittek mindent. Nem kezdett el érvelni sem. Mert tudta, hogy a megoldások nem az emberi szinten vannak. Tudta, hogy ő nem tudja akkor még visszahozni az asszonyokat, a gyerekeket, a barmokat és a kincseket, ha ő most elkezd vitatkozni azokkal, akik ők éppen meg akarják ölni. Akik a barátai voltak. Dávid tudott egy dolgot. Egy megoldás van. Hogy amikor a legnagyobb a sötétség, amikor a legnagyobb a gyász, amikor a legnagyobb a veszteség, amikor az ördög tombol az örömtől, hogy legyőzte az Isten népét, és kirabolta az egész vagyonát, mert az Amálek annyit jelent, hogy rabló. És ők rabolnak. És az ördög is azért jött, hogy elraboljon mindent, amit Isten adott. Dávid tudta azt, hogy Isten az, aki harcol velük. Tudta azt, hogy Isten az, aki az ő győzelme, a hadijelvénye, hadvezére, aki csodát tesz, aki megáldja őt, és aki előtte megy, és aki leveri az ellenséget. Dávid tudta azt, hogy emberekben hiába bízik, hiába győz meg bárkit arról, hogy nem kell őt megölni, attól még nem lesz győzelem. És azt olvassuk, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. Egy másik fordítás pedig azt mondja, hogy megerősítette őt az Úr. És következőt olvassuk. Dávid azonban erőt kapott Istenétől az Úrtól. És ezt mondta Dávid Ebjártár papnak, Ahimélek fiának. Hozd ide az efódot, és Ebjártár odavitte Dávidnak az efódot. Dávid pedig megkérdezte az urat, üldözze-e azt a rabócsapatot, utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki, üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket. Tehát itt van egy csapat, aki nagyon elfáradt. Több napja menetelnek. Fizikailag is elfáradtak, és lelkileg is elfáradtak. Teljesen kimerültek. Olyanok, hogy már nem bírnak sírni sem. És egy teljesen mély depresszióban vannak, hogy mindent elvesztettünk. És azt mondja az Úr, hogy még visszahozhatod őket. Ha most elmész, ha most utánuk mész, akkor én győzelmet adok neked. Mert a gonosz akkor akar kirabolni, amikor mi gyengék vagyunk. Akkor támad, amikor mi nem számítunk rá. Orvul, oldalról és kegyetlenül. Az Úr pedig akkor ad igazi győzelmet, amikor már nekünk nincs erőnk. Mert amikor mi véget érünk, amikor a mire lehetőségünk véget érnek, akkor az Úr meg tudja mutatni azokat az utakat, amikre mi nem is gondolunk. És olyan szinten a győzelmeket, amiről mi nem is álmodtunk. És ebben a történetben azt látjuk, hogy találnak egy embert. Ez nagyon vicces lesz. Figyelj! Akkor találtak a mezőn egy egyiptomi embert, akit Dávidhoz vitték. Adtak neki kenyeret, hogy egyék, és megitatták vízzel. Adtak neki egy fügekalácsot, két szőlőkalácsot, ő evett és magához tért, mert 3 nap és 3 éjjel kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott. Dávid ezt kérdezte tőle, kinek az embere vagy, és hova való vagy? Ő így felelt, egyiptomi ifjú vagyok, egy amáléki ember szolgája. De elhagyott az uram, mert már 3 napja megbetegedtem. Hát annyira nem vicces, mert itt van egy nagyon beteg ember. De ami nekem nagyon tetszett, hogy megbetegedett, és azt mondta az ő amáléki főnöke, hogy akkor halljál meg. Tehát kegyelem, gondviselés, jóság nincs. A gonosznál nincs ilyen. És ez az ember is 3 napja megbetegedett. És ott lefektették. Hát akkor meghalsz. Viszont ez volt a megoldás. Mert ez az ember volt az, aki el tudta mondani Dávidéknek, hogy hova menjenek. Hogy kik vitték el azt, ami az övék volt.
És megetették, magához tért, és azt mondta, hogy ha őt nem ölik meg, akkor megmutatja. És Dávid megesküdött, hogy nem öli meg. Ez az ember megmutatta azt, hogy kik voltak azok, és hol vannak. És most egy érdekes dolog a 16-os verstől. El is vezette hozzájuk, azok pedig az egész vidéken elszéledve ettek, ittak és táncoltak, mert igen nagy volt a zsákmány, amit a filiszteusok földjén és Júda földjén szereztek. Az ellenség az nem áll meg, hanem mindenkitől mindent el akar rabolni. És újjong akkor, amikor ez sikerül. És örül, amikor az ember teljesen lenullázódik és elcsüket. És itt ünnepeltek. És erre Dávid odament, és mindegyiket levágtam. És visszaszerezte mindazt, amit tőlük elvittek. Az összes férfinek az összes feleségét, mert akkor még több volt nekik, a gyerekeket, az állatokat, a kincseket, meg még sok mást is. Mert sok más helyről is raboltak ezek az amálekiták, és Dávid azokat is mind elvitte. És utána azt olvassuk a végén, a 26. versben, amikor megérkezett Dávid Ciklágba, küldött a zsákmányból Júda véneinek, az ő barátainak ezzel az üzenettel. Nektek szóló ajándék ez az Úr ellenségeinek zsákmányából. És utána azoknak is elküldte, ahol valaha is volt. Megáldotta az embereket. Nem tartotta meg. Nem volt önző. Annyira fáradt volt a csapat, hogy a 600 emberből nem tudott mindenki elmenni. 200 ember megállt. És azoknak is ugyanúgy adott zsákmányt. Mert gentleman volt, mert tudta, hogy ezt az Úr adta neki. És ha az Úr adja neki, akkor nem az ő tulajdona, hanem az Úr azért adta, hogy mindenkinek legyen ebből elég. Mindenhova ajándékot küldött. Dávid megerősítette magát. Ott volt a kulcs. És az a megerősítés, az nem azt jelentette, hogy bement a templomba, és 10 fekvőt lenyomott. Most már jó leszek. Nem azt jelentette, hogy elkezdett valamilyen fizikai dolgot csinálni. Azt jelentette, hogy elkezdte imádni az Istent. Elkezdte a legnagyobb gyászban, a legnagyobb veszteségben, amikor teljesen értelmetlen lenne imádni az Istent. Már semmi jó nem történt. Elkezdett hálát adni az Istennek, és imádni őt. Elkezdett valami olyasmit csinálni, ami a mennyet lehívta a földre. Fölemelt kézzel áldotta az Urat. És valami olyasmi történt vele, ami utána meghatározta az egész később életét. Mert Dávid volt az, amikor a királyságra jutott, akkor ő ezt az imádatot mindig mindenki előtt megcsinálta. Ő volt az, aki így élte az ő életét, hogy 24 órás dicsőítés volt az év minden napja. Ez itt kezdődött. Itt volt az a bizonyság, hogy mindent elvesztettem, és nincs esélyem, de amikor elkezdem imádni az Istent, akkor valami csoda folytán elkezd megváltozni a szívembe a dolog. És elkezd Istennek egy új útja elém tárulni, és mehetek tovább. És van menekülés, és van helyreállás, és van győzelem. Dávid felemelte a kezét, és áldotta az Istent. Az Amálek azt jelenti, hogy rabló és hogy völgylakó. Ézsónak az unokája volt az Amálek. Egy edomita származású. És a gonosz a földhöz ragadt nézeteket megragadja. Az énünket is ő táplálja. Hogy ne foglalkozzunk Isten dolgaival, a körülményeink és a testi dolgunkkal foglalkozzunk. Hiszen Ézsau is azt mondta, hogy mit ér nekem az első szövetségi jog, egy tál ételért odaadom neked. Hiszen naponta vadászok, és lehet, hogy meghalok. Számára az Isten nem sokat ért. És az Amálek ezt használja ki, és itt rabol meg. Hogy amikor mi gyengék és vétenek vagyunk, és az Istennel való kapcsolatunk megsérül, akkor bejön ezen a résen, és kirabol minket. Az 5. Mózes 25. fejezetében gyertek velem. És ott azt olvassuk, 5. Mózes 25, 17-től 19. versig. Emlékezz arra, hogy mit tett veled Amálek népe útközben, amikor kijöttetek Egyiptomból, amikor találkozott veled útközben, és levágta azokat, akik elgyengülve hátra maradtak, mert fáradt és kimerült voltál, az pedig nem félt az Istentől. Ha majd megadja neked Istened az Úr, hogy nyugodtan lehetsz a körülötted lévő összes ellenségettől azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked, örök birtokor, akkor töröld el az Amálek emlékét az ég alól,
el ne felejt. Visszaemlékezteti az ő népét az Úr. Hogy emlékezzen, mi volt az, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy viselkedett veled ez a nép. És emlékezzél arra, hogy én ezt nagyon gyűlölöm. És én harcolok ez ellen. És te is harcolj. Harcolj teljes erőddel, és ne feledkezzel erről. És itt visszautal arra, hogy amikor kijöttetek Egyiptomból, és találkoztak útközben. Akkor az Úr kihozta Egyiptomot, Egyiptomból az ő népét, és vezette őket. Az első ellenséges népcsoport, akikkel találkoztak, az első had, akik velük megállt szembe, akikkel hadakoztak, az Amálek volt. Az az ellenség, amely először támadt. És egy nagyon különleges hadviselést láthatunk. Ugyanis, ha eljöttök velem a második Mózes 17. fejezetébe, ott le is írja nekünk ezt a hadviselést. 17. fejezet a második Mózesben, és itt is a 8-as verstől. Eljött Amálék, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak, válasz ki férfiakat, vonulj ki és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja kezemben lesz. Józsué így cselekedett, ahogy a Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte a kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, és alájá tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét. Az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig, így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez, írd meg ezt a dolgot, emlékezettül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, hogy Amáléknak még az emlékét is eltörlöm az ég alól. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el, az Úr az én hadijelvényem is így szólt. Mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Az Úr az, aki harcol a gonosz ellen. Ő az, aki nemzedékről nemzedékre mindig harcolni fog a gonosz ellen. Ezt teszi ma is a mi időnkben. Ő az a hadijelvény, aki ma is előttünk megy, és ma is győz. Ő az, aki minket is emlékeztet, hogy van győzelem a gonosz felett. És az a hegycsúcson van. Nem a völgyben, hanem a hegycsúcson. És az a hegycsúcs, az az volt, ahol Mózes leült, és felemelte a kezét, és imádta az Istent. És amikor elfáradt, támogatták az ő társai a kezét. Már nem bírt állni, és leült egy sziklára. És amikor az ő keze fönn volt, akkor a földön, a síkon legyőzték izraeliek az amálekiakat. Amikor pedig nem volt fönt a keze, akkor pedig az ellenség győzött. Ugyanez a nép volt, amely kirabolta Dávidot. Ugyanez a módszer volt az, amivel Dávid győzött. Fölemelte a kezét, és ráült egy sziklára. Az a szikla, az az Isten igéje. És amikor mi az Isten igényén ülünk, abból a pozícióból, ahol már nem fáradunk el, és az a mi alapunk, akkor az a győzelem alapja. És amikor fölemeljük a kezünket, akkor mi a mennyet hívjuk segítségül. És a mennyben ott az Úr, aki a mi hadijelvényünk, ugyanúgy, mint az övéké volt. És lehet, hogy minket is megrabolt a gonosz, és lehet, hogy mi is úgy érezzük, hogy már sírni sincs erőnk, lehet, hogy mi is úgy érezzük, hogy emberileg lehetetlen helyzetek vannak, akkor üljünk rá az igére, legyen ez az alap, amire ráhelyezzük a súlyunkat, és emeljük fel a kezünket, hogy a földön változások legyenek. És amikor lement a keze, mert már nem bírtam, akkor voltak támogatói, akik tudták, hogy ez mennyire fontos, és fölemelték a kezét. És azt szeretném, hogy nekünk is legyenek támogatóink. De amikor már nincs erőnk fölemelni a kezünket, akkor legyenek emberek, akik oldalról fölemelik a kezünket, mert ők is tudják azt, amit mi. Hogy a megoldás a mennybe jön. Amálék generációról generációra ellensége volt Istennek és az ő népének. A gonosz minden generációban ellensége az Istennek és az ő népének. És azt látjuk, hogy ez megismétlődik a Sámuel könyvében. Saul volt az a király, aki nagyon nyomatékos parancsot kapott
a mindenható Istentől, hogy Amáléknak meg kell halnia. Izrael megnyugodott, királyság lett, és egy teljesen egyértelmű parancsot kapott, hogy minden férfit, minden nőt, minden állatot le kell ölni. És Saul el is ment ebbe a háborúba, és győzelmet aratott. De ez a győzelem, ez nem volt teljes. Ő meghagyta azokat az állatokat, és azokat az embereket, akik első osztályúak voltak. Csak azokat az állatokat ölte meg, amelyek másodrangúak voltak. És meghagyta Agágot is, az Amálek királyát, akit utána Sámuel megölt, fölvágott apróra. Mivel ő nem úgy járt el, ahogyan Isten ezt megparancsolta Sámuelen keresztül, ez elsőként azt jelentett az ő életére, hogy elvesztette a királyságot. Mert nem engedelmes volt Istennek, hanem az áldozatokban bízott. Másodszorban az amálekiták voltak azok, akik őt megölték. Mert te lehet, hogy kegyelmet adsz az ördögnek, az életednek, a testednek. Lehet, hogy kegyelmet adsz dolgokra, és megengedsz a jó dolgoknak lehetőséget, hogy ezek hatást gyakoroljanak rád. Ők nem fognak neked kegyelmet adni. Ők arra vannak kiképezve, hogy téged megöljenek. És erre használnak föl mindent. És egy másik képet is szeretnék elétek hozni. És ez még mindig kapcsolódik az Amálekhez. Ugyanis az Agág, aki a király volt, az meghalt, de leszármazottai azok még éltek, és az egyik leszármazottja volt egy későbbi időszakban az agági Hámán. Az az ellenség az Isten népének, aki ugyanezzel a lelkülettel élt, és ha hatalmat kapott, akkor az volt az ő elsődleges szándéka, hogy minden egyes izraelit, Isten népét megöljön, kiirtson. És ezt nézzük is meg az Eszter könyvében. Az Eszter könyvén, ez egy kicsike könyv, de meg fogjuk találni. Igen. A Nehémiás után van, hogyha valaki esetleg nem tudná. És azt olvassuk a harmadik fejezet első versében, hogy ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király az agági Hámánt. Tehát itt igazolva van, hogy ő milyen vér szerinti leszármazottja. Utána azt olvassuk a harmadik fejezetben, akkor ezt mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között, birodalmad minden tartományában. Törvényei különböznek minden más néptől, és a király törvényeit sem tartják meg. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király. Ha a király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket. Én pedig 10 000 talentum ezüstöt mérek ki a tisztségviselő kezébe, hogy vigyék a királyi kincstárba. Eléggé elkötelezett volt arra, hogy mindenkit megöljön, aki az Istent hívja segítségül. És ez egy igen valós veszély volt. Egy igen valós támadás. És az életnek vannak olyan helyzetei, amikor ez a támadás nem csak jelképes, hanem fizikailag is igen valós. És nem volt megoldás. Lehetetlen volt, hogy egy törvényből ők mást hozzanak ki, mint amit elrendelt a király. És a király azt mondta, hogy legyen így. Viszont volt egy királyné, aki éppen zsidó származású volt. Aki félt. Mi történik, hogyha bemegyek a király elé, az ellen, hogy erre törvény lenne. És szeretnék valamit mondani neki, és ő meg éppen megöl engem. Akkor nem csak olyan népem nem fog megszabadulni, hanem én is meghalok. Mi történik, hogyha ez a veszedelem, ez megtörténik? És azt mondta ez a királyné, az Eszter királyné, hogy menjetek el és böjtöljetek. És én is böjtölni fogok. És 3 nap múlva bemegyek a király elé. Az írott törvények ellenére. És ha meghalok, hát meghalok. Nem számít. Mert lehet, hogy éppen emiatt lettem az, aki vagyok. Mert Istennek lesz módja más embereket is használni az ő szabadítására.
de lehet, hogy ez az én lehetőségem, hogy az ő eszköze legyek, hogy őt hívjam segítségül, hogy ez a fizikai síkon is győzelmet hozzam. És ez a királynő legyőzte a félelmét, és bement a király elé. És amikor bement oda, az előszobában, vagy az udvarban meglátta őt a király. És kinyújtotta felé az ő királyi pálcáját. És az azt jelentette, hogy kegyelmet kapott. Mert ez a kegyelem pálcája volt. És akihez kinyújtotta, és akihez hozzáért, az elmondhatta, hogy mi az, amit szeretne közölni. És Eszter megérintette ezt a pálcát. És azt mondta a király neki, mondjad, mit tehetek érted? Mit szeretnél? És Eszter elmondta, hogy ő mit szeretne. Az Isten ma téged hív, hogy menj az ő jelenlétébe, és érintsed meg az ő pálcáját, a király pálcát, ami a kegyelem pálcája. És azt kérdi tőled, hogy mit szeretné, mit tegyek érted. Nem kell, hogy sírjál, nem kell, hogy gyászoljál, nem kell, hogy a veszteségedet nézzed. Egyszerűen csak kezdj el imádni engem. Mert az igazi győzelem az nem Mózesnél volt, és nem azon a hegyen, hanem az igazi győzelem az Jézussal volt, és azon a hegyen, ahol ő tökéletesen legyőzte a gonoszt. És abban a győzelemben mi is ott voltunk. És az ő győzelméből mi is részesültünk. És ő az, aki le akarja győzni a gonoszt a mi életünkbe. A testünk kívánságait, azokat a dolgokat, amiket már elfogadtunk tőle, azokat, amik minket is jövevénynek és ilyen megnyomorítottnak tesz minket. Az Úr ma kinyújtja felénk az ő király pálcáját, a kegyelem pálcáját, és arra hív, hogy érintsük meg. De ha nem megyünk oda, ha mi nem közelítünk hozzá, akkor az csak lóg a levegőbe. Akkor nincs találkozás. Akkor mi ugyanúgy megyünk el, mint ahogy jöttünk. De ha oda megyünk hozzá, és legyőzzük a félelmeinket, ami esetleg távol tart tőle, és megérintjük azt a pálcát, hogy a kapcsolat rétre jöjjön, akkor utána élvezhetjük a kegyelmet. Mert Isten ma is kegyelmet akar nekünk adni. És egy utolsó gondolat, lehet még egy? Jó, rendben. És utána megkérem a dicsőítőket, hogy esetlegesen, ha úgy van lehetőség, jöjjenek föl. Igen, igen, igen. Ez pedig az első krónika könyvében van. És annak is a 12. fejezetében. Ezek voltak azok, akik Dávidhoz mentek Ciklákba akkor, amikor ki volt zárva Saulnak, kisfiának a környezetéből. Ők is a hősök közé tartoztak, akik segítették a harcban. Íjjal voltak felszerelve, jobb és bal kézzel egyaránt tudtak bánni parintyakövekkel és nyilakkal. És mehet tovább. Ezek azok, akik Dávidhoz mentek Ciklákba akkor, amikor ki volt zárva Saulnak a környezetéből. Ők is a hősök közé tartoztak. Azok, akik reménytelenek voltak. Azok, akik utána meg akarták ölni Dávidot, amikor nyomorúságba jutottak. De látták azt, hogy Dávid az Úrtól kapott segítséget. Hogy őt hívta segítségül, és látták azt, hogy hogyan és miképpen erősítette meg magát, hogy újra vezérük legyen. És együtt látták, és együtt csinálták meg az Úr segítségével azt, hogy hatalmas győzelmet arattak. Ezek az emberek utána már soha többé nem akarták Dávidot megkövezni, hanem az ő testőrsége voltak, akik harcoltak vele, akik az ügyét képviselték, akik pohár vízért átmentek az ellenség táboron, mert a vezérünknek szüksége van egy pohár vízre. Ők voltak azok, akik hatalmas áldozatokat vállaltak azért, hogy Istennek az emberét támogassák és Izrael ügyét védelmezzék. Soha többé már nem harcoltak a filiszteusok érdekében. Soha többé nem kellett bujkálniuk és bolondnak tetetni magukat. Hanem azok voltak, akik hősök lettek. És a mi életünk előtt példák, hogy a senkikből hősök lettek, akik menet közben sokszor elestek, de látták azt, hogy az imádatban volt a győzelem. És látták azt,
hogy Isten kegyelmes. Akik oda mentek a nyomorúságok közepén, azt mondták, hogy adják kegyelmet nekünk. És utána visszakaptak mindent, és még többet. Ezek az emberek hősök lettek. És az Úr azt szeretné, hogy mi is tanuljunk ezekből. Mert mi is hősök vagyunk az ő szemében. Mi is azok vagyunk, akik segítségű hívhatjuk őt. És akiknek az ügyében ő újra harcolhat. Mert a gonosz nem fog nyugodni. Generációról generációra harca van az Úrnak Amálekkel, a gonoszsal. És a mi életünkben is sok rablást elintézett. De eljött a nap, hogy imádjuk az Istent. És újra lábra álljunk, és legyünk azok, akik az Isten hősei. Amen. Akkor imádkozzunk, és utána dicsőítsük az Urat. Jó? Édesatyám, én nagyon köszönöm, hogy a mai nap mi téged hívhatunk segítségül. Te vagy a mi hősünk, a mi hadijelvényünk. Te vagy, akiben bízunk. És olyan sokszor, Uram, nem is nézünk rád. Olyan sokszor, Uram, mi csak ott élünk a délvidéken, letelepedve, elhagyva mindent, és csak a veszteségeket számolva. Olyan sokszor van az, hogy az ellenséges dolgokat képviseljük, és nem téged. De te mégis, Uram, velünk vagy, és harcolsz értünk. És szeretném megragadni ma az alkalmat, és segítségül hívni téged, a mi hadijelvényünket, a seregek urát, az életistenét, a hatalmas Istent, aki teremtette a földet, aki megalkotott minket, akinek a föld a lábai alatt zsámolj, azt az Istent, aki egyedül legyőzte a halált, azt az Istent, aki megszégyenítette a gonoszt, azt az Urat hívjuk segítségül, akiben ott van a mi reménységünk. És azt mondjuk, hogy imádunk téged, és felemeljük a kezünket, és az igédre ülünk, ez a mi életünk alapja, és azt mondjuk, amit te mondasz rólunk, az az igaz. És vigyél minket tovább, menekíts ki ezekből a helyekből, és áldjál meg minket. Áldjál meg minket, mert szükségünk van rád. Nélküled reménytelen az életünk. Benned bízunk. Te vagy az Úr, az Isten, akihez megyünk, aki vár minket haza. És kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a fesztivált is, és vedd a válladra minden nehézségét, és legyen egy kegyelem ezen a dolgon, Uram. És kérünk, Urunk, szabadulást és gyógyulást, és legyen ott valóban nagy a te neved, és jöjjön le a menny, és győzzünk a gonosz felett és a testünk felett. Jézus nevében. Amen. Amin van, hozom eléd, leteszem a keresztnél, legyen minden csak tiéd, Uram. Minden lépés, minden szó, legyen tiszta, mint a hó, ahol járok, te legyél a szó. Oh,
szomja szívem, de rád vár. Arra vágyom, hogy ő eljár. Szomja szívem, de rád. Közel a nap, mit vár a világ mindenség? Az igazság győz, a teremtés is megújul. Egy villanás, és meglátjuk őt felhőben. Asszonyáért visszatér a vőlegé. Kürt hangja zeng, és aki övé feltámad, örökké a gonosz nem pusztít többé. Váltott test, hatatlanságba öltözik. A harcnak vége, halál tenyelte az élet. Elénk jön majd felhő. Majd felhőben csodál.
tekinteted az ég felé. Ha bár nem látod, nem késik el ígéreted. A szenvedés csak pillanat, és nincs többé. A fájdalom díj, ezért az örök dicsőség. Szemeim csak te rád néznek,
Amen. Hát legyetek nagyon áldottak. Hálásak vagyunk, hogy itt voltatok. Két dolgot ne felejtsetek. Jövő héten 6-kor kezdünk. Komoly sztárzenekarokkal, meglepetés tanítással, evangelizációval, kávézóval. Izgatottan várjátok, mert mi is várjuk. A második az pedig az, hogy ha még nem vettél jegyet a Croissant Fesztiválra, kérlek, és nyomatékosan mondom, kérlek, hogy tegyétek meg, mert ha nem leszünk ott, akkor nem tudjuk, hogy miből maradunk ki, és ahhoz, hogy jó legyen, hogy ilyen legyen, mint ez a mai nap, szükség van rátok. Ha nincsen nálad pénz, elővételbe is veheted, csak hagyd meg azt, hogy milyen telefonszámon és e-mail címmel lehet elérni. Áldottak vagytok, sziasztok!